Szeretettel köszöntök mindenkit a második alkalmunkon, ahová szerencsém van egy kiállítás megnyitójáról jönni, ahol ezen kulturális otthon, illetve központ vezetője és helyettese is jelen volt, és személyem is ugye, meghívást kapott el, és egy gyönyörű képgyűjteményt láttunk ott is, és itt is ugye, képet láttunk. Képeket, festményeket, néha más kiállításon fotográfiát. És vajon miért kell nekünk mindez annyira, hogy ugye művészi élvezet legyen belőle? Miért fontos a színház, a fotográfia, a művészet különböző, nagyon-nagyon sok-sok ága a filmtől kezdve az irodalomig? Ez valami olyasmi, ami csak emberi. Tehát ha megnézed, akkor ezen a bolygón művészettel csak az ember foglalkozik. Rengeteg intelligens állatfaj él. De például a delfin művészet nincs, hódművészet sincs, méhművészet sincs, pedig ők akár csoportosan, akár egyének hihetetlen intelligensek. De mégis mi vagyunk azok, akik létrehoztuk a művészetet és csomó más olyan módszert, amivel teremteni és reflektálni tudunk. Tehát a teremtés mozdulatának a tapasztalata, illetve a teremtés megpillantása és reflexiója. Miért ennyire fontos ez? Azért, mert ez valami olyasmi, amit a tudatnak gyakorolni kell. Nem úgy jövünk ide, nem úgy születünk meg, hogy teremtőképességünk és a teremtést felfogó, látó képességünk teljes birtokában vagyunk. De amikor a gyermek megszületik, akkor mindennel foglalkozik, csak nem a legmagasabb rendű tudati műveletekkel, és ez teljesen természetes. Hiszen még nem tud, ez még legalább 3 év, amíg úgy tényleg folyékonyan megtanul beszélni. A saját biológiai folyamatait 1-1.5 év alatt tudja úgy gatyába rázni, szó szerint. És miután megtanul beszélni, azután is a tudati fejlődésnek hosszú évei kezdődnek, folytatódnak, mire megtanulunk valójában teremteni és a teremtést látni. De hogy ezt mennyire tökéletlenül tesszük, azt mutatja az emberiség kollektív teljesítménye, 7 milliárd ember közös karmája, amivel mindenkinek egyénileg és csoportosan meg kell birkóznia. Tehát ha mást nem nézel, csak azt, hogy teremtünk és a teremtést látjuk, megvan a cselekedet és annak a következménye, annak a látása, akkor már az életnek sokkal több célja van, mint a puszta vegetatív lét, hogy elmentél, megláttad, meglőtted, hazavitted, megetted, és a többi, és a többi. A kérdés az, hogy ebből az emberek mennyit fogadnak el, mennyit fognak fel, és mennyit tesznek magukévá a gyakorlat. És ez dönti el, hogy az életed mennyire látó, tisztán látó élet, és ennek következtében tisztán teremtő, tartó és lebontó élet. És mennyire vagyunk kitéve a saját tudati szokásainknak, amelyek aztán teljesen haza tudják vágni a sorsunkat, mások sorsát, életünket és életeinket. Az ennek egy központi eleme, az, amit az Avatamsaka Sutra legfontosabb sora mond ki, és ezt most idézem, ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. És persze rögtön megjelenik a kérdés, hogy akkor mi a tudat? Mi az, ami ezt az egészet valójában teremti? Ez esetleg körülbelül 7 milliárd aprócska kis agyacska, amelyik valahol itt összekapaszkodik és ezt az egészet csinálja, vagy vegyük hozzá még az állatokat is, vagy vegyük hozzá még a növényeket is, vegyük hozzá még az ásványokat, az egyéb bolygóságokat, és csillagport, és üstököst, és fekete lyukat, hol áll meg ez a történet, melyiknek van tudata, melyiknek nincs. Ez egy óriási kérdés, és a válasz te benned van. Azen azért szép, mert a definíciókat fölfeszíti, és a helyes kérdéseket fölteszi. És ha akarod, ezeket a kérdéseket művelheted magadban, és nem egyedül. De a külső válasz
még ha elfogadható is, még ha hasznos is, nem a tiéd. A külső válasz csak ahhoz segíthet, hogy a saját belső válaszodat megtaláld. Tehát mi a tudat? Mi az, ami bennünk azt mondja, hogy én? Mi az a lényeg, ami benned lát, hal, tapint, szagol, ízlel, gondolkodik, ítél, emlékezik? Mi az? És ezt a tudatot, ha megtapasztalod, akkor megtapasztalod ezen festmények lényegét, az emberi világ lényegét, az összes érző lény lényegét, és valahol még a nem tudatosnak mondott, ugye, anyagi világ lényegét is. Az a legszebb ebből, hogy amit látunk az univerzumból, az 4%. 96%-át nem látjuk. A mérések, a műholdak és a tudósok és a tápcsövek azt mutatják, hogy van, de valójában mi ezt nem látjuk. Az összes galaxis, az összes üstökös, az összes égi objektum és a csillagközi por és gáz 4%. Mennyiben ismerjük magunkat? Ismerjük legalább 4%-ig a tudatunkat? Ismerjük magunkat legalább ennyire? És ezt komoly válsághelyzetekben, nagyon nagy problémák, vagy hatalmas örömök, nagy veszteségek és nagy nyerességek esetén tudod igazából tapasztalni, hogy benned a legmélyén mi van. És a meditációnak az a célja, hogy egyrészt napi takarítás, tehát ami fontos, és most az első 5 percben megjelent benned, különböző befejezetlen dolgok kitakarítása, az apró mindennapi dolgok helyretétele, esetleg a közelmúlt bizonyos kérdéseinek a megoldása, vagy pedig az egész távoli múlt, ami éppen a felszínre jön, és ami akadályként mutatkozik közted és a világ közt. Hol mutatkozik meg ez az akadály? Ott, ahol csak dualitásokat látsz, ott, ahol csak jót és rosszat látsz, ott, ahol megoldhatatlant látsz, ott, ahol szükségszerűen, kibékíthetetlenül csak szeparációt, vagy csak egységet látsz. És hogyha az egység erőltetett és nem természetes, akkor mi le akarunk onnan választódni. Ha a leválasztódás a külön lét természetellenes, mi úgy érezzük, hogy ez nem jó, akkor viszont ezt akarjuk megszüntetni. Hogy lehet ezt? Úgy, hogy magunkat is, másokat is, és a világot igyekszünk tisztán látni. És itt a szellemi utak segíthetnek, a vallásos keretek esetleg mutatnak útmutatót, adnak útmutatót. De valójában a belső tisztánlátásunkon múlik, hogy itt pontosan mire visszük ebben az életben, és ehhez kívülről kaphatunk fogódzót. De a megoldás bennünk van. A meglátás bennünk van. Az a tudat, ami teremti a világot, az bennünk van. És hogyha így közelítesz hozzá, akkor kialakíthatsz egy olyan szellemi gyakorlatot, aminek nem biztos, hogy van egy ilyen elnevezhető formája, meglátható a gyakorlata, de a tudatot mindig éberen figyeled, hogy pontosan ebben a pillanatban mit csinálsz? Mit gondolsz? Mit érzel? Mit beszélsz? És ez, ahogy mondtam a múltkor, nem egyfajta gondolatrendőrség felállítását jelenti, pont az ellenkezőjét, hogy bontsd le a belső szöges drótokat, küldd haza a katonákat belülről, és lásd tisztán, bekülönböztetés és beépített abszolút dualisztikus nézetek nélkül. Ha ezt így csinálod, akkor te is az univerzum előbb-utóbb egyé váltok. Lassan vagy gyorsan, nagy fényjelenségek csinadratta, vagy anélkül, teljesen mindegy. De most szeretnék a tannak egy olyan részére utalni, ami ezt energetikai szinten közelíti meg. A koreai buddhizmus szerint háromféle chi, vagy háromféle energia létezik. Az egyik a wongi, amivel megszülettél. Ezt hívjuk eredeti energiának. Ez az eredeti energia már a gyerekekben megmutatkozik, ugyanis akinek sok van belőle, az ott állandóan mászkál jobbra-balra, le se lehet lőni, lasszóval kell elfogni, hogy bejöjjön vacsorázni, és állandóan a saját maga útját keresi,
a mászókától kezdve az aszfaltúton való átrohangálásig minden. Van egy gyerek, amelyik így szépen ott megül, olvasgat, stb. Nem nagyon mozog, nem nagyon beszél, de mégis nagyon jól funkcionál. És ő benne kevesebb ilyen energia van. Aztán van az, ami körülöttünk ezt az egész teret, idő, teret, anyagot, mindent összetart. Ezt hívjuk déginek, vagy nagy energiának. Enélkül nem lennének atomok, kölcsönhatás, nem lenne tér, idő. Tehát minden, ami ebben a fizikai világban, anyagi szinten, látható és láthatatlan mi voltában működik, az a dégi alá esik, és ezt a valamit szeretnék tudományos formában nagyon sokan viszont látni. Ezzel párhuzamba állítható a Grand Unified Theory, a nagy egyesített elmélet iránti keresés. És én remélem, hogy egyszer megtalálják, és rájönnek, hogy hiába magyarázták meg, ettől még nem tudják használni. Na most mi az, ami a kettőt összeköti? Tehát a Wongit, az eredeti energiát, és a Dégit, a külvilágot. Ezt hívják Konginek, üres energiának, és ez a lélegzeted. Ezért minden meditációs iskola kivétel nélkül, akármi van a tudatban, a lélegzetet, akár tantijelre koncentrálva, akár orszárnyakra koncentrálva, akár másfele helyezve a figyelmet, nagyon fontosnak tartja és gyakorolja. És a legtöbb iskola nem áll meg itt, hanem a mentális részét teszi a tetejére jogosan, de ahhoz, hogy a test és tudat összekapcsolódjon, hogy ember és világ összekapcsolódjon, ahogy ahhoz a légzés tudatosságára szükség van. És ezért csináljuk mi is egyfajta operai nyitányként, előzenekarként, előversengésként ezt a pár perc meditációt, hogy inkább légy itt, mint máshol, hiszen úgy döntöttél, hogy ide jössz, tehát a tudat az nem ászkáljon el különböző helyekre, mert 100%-osan igyekezz kihasználni azt az időt, amit itt együtt töltünk. Az az érdekes, hogy a Wongit azt nagyon sok forrásból próbáljuk pótolni. Az evés, az alvás, a különböző örömszerzés, minden, ami izgalmas, félelmetes, minden, ami bármiféle hormonális reakciót kivált benned, az ezt az energiát ugye hajtja fölfelé, és ezt aztán pótoljuk alvással, evéssel, ivással, egyéb ilyen dolgokkal, de ezen energia nélkül nem tudunk létezni. Aki 40 évet remetességben gyakorol a falnak fordulva, abban is van, csak annak rettenetesen egyenletes ez az energiája. A mindennapi ember pedig a saját szokásai miatt ezt a föl-le, ugye libikókát hullámvas utazás szereti, egy bizonyos határig. Ha túlságosan kileng, akkor azt mondja, hogy ez stresszes, ez megvisel, fáradt vagyok tőle, stb. De egy bizonyos határon belül nekünk ez kell, mert úgy érezzük, hogy ettől vagyunk életben. A Wongyinek vannak változásai, amelyek számunkra szükségszerűek, mint a nappal és az éjszaka, az öröm és a bánat, stb. De az az érdekes, hogy akármennyire is pótoljuk ezt a Wongyit különböző módon, és ugye hajtjuk fölfele az intenzitását, vagy néha megpróbáljuk ugye megnyugtatni magunkat, egy 100%-ig nem tudjuk pótolni. És ahogy a test öregszik, ugye a Wongi szépen csökken. A benned lévő energia fizikailag és később mentálisan is csökken. A test előregszik, és akármit csinálsz, akármilyen szuper tudományok vannak, nem tudod úgy megújítani, hogy ez a test ne halljon meg. És egyszer, amikor elér egy kritikus alsó küszöböt, akkor valamelyik része ennek a szervezetnek felmondja a szolgálatot, és nagyon hamar dominó elven megy utána a több is, és ez a test akkor megszűnik ezt a tudatot tartani. Már nem tudod azt az érzékszervi életet folytatni, amihez fölvetted ezt a testet, és az összes érzékszervet és az érzés, gondolkodás ugye, instrumentumait, és akkor tudatfüggő, hogy mi lesz a következő. Ahhoz, hogy helyesen válassz, ahhoz érdemes a teljesség élményét magaddal vinned, és ez minden pillanatban, minden életben, legalábbis ami intelligens, ami reflexióra képes, ami tud képet, zenét, filmet alkotni, ez a lehetőség a rendelkezésedre áll. Ezt hívják a megvilágosodás természetének,
a tudat működésére való tapasztalati rálátásnak és a világegyetemmel való egyéválásnak. Tehát amikor a Wongi, a Kongi és a Dégi egyéválik, mert nem ragaszkodsz semmihez, nem ragaszkodsz a gondolkodásodhoz, nem ragaszkodsz az érzelmeidhez, nem ragaszkodsz a múlthoz, jelenhez és jövőhöz, visszajuthatsz a tudat még teremtetlen állapotába. Amikor még teremtés és teremtő nem vált ketté. És ez az eredeti állapot, az egyévált állapot, Koreol Hapki, vagy egyesített energia, amikor még ez nem bomlott föl. Az univerzum szintjén ezt hívják szingularitásnak, egy olyan egységnek, amikor még ez az expanzió és infláció nem kezdődött el. Emberi társadalmak is működnek így, nézd meg, csak így ilyen körforgásszerűen, most történelmi visszatekintésbe nem megyünk bele, de minden társadalomnak van egy ilyen egyszerű, világos, ősi, régi állapota, amit aztán folyamatosan a fejlődéssel, változással meghalad, kifinomít, elveszít, utána szétesik, és megint összeáll valami egyszerűvé és világossá. Nagyon sok erőfeszítés, válság és síralom útján, és aztán pedig megint elkezd fejlődni, ugyanúgy, ahogy egy fa ugye meggyökeresedik, kihajt, hozza a gyümölcsét, az megérik, lehullik, és egy újabb fa keletkezik belőle. Egy részéből, egy nagyon kis részéből. Tehát alapvető lehetőségünk az, hogy a tudat működésére rálássunk, rálássunk a teremtő mi voltára, és az, hogy ezt a felelősséget az ember számára újra nyilvánvalóvá tegyük, ez létkérdés. 7 milliárd ember hogy viselkedik ezen a bolygón? Hogy viselkedik, mint civilizáció, mint kultúra, mint ország, mint nemzet, mint család, mint munkaközösség, mint férfeleség, apa, fiú, lány, anya, hogy viselkedik? Tehát ha megnézed ezt a közös teljesítményt, amit emberi csoportkarmának látunk, akkor nem vagyunk egyértelműen boldogok. Tehát nagyon sok olyan cselekedetünk van, amelynek a következményeit mi nem szeretjük, de mégis tesszük ezeket, önmagunk pusztításától kezdve, a regulázatlan teremtésén, amikor túlszaporodunk, de a háborút se szeretjük, pedig a kettő együtt jár. Egy-egy régió túlszaporodik, ahhoz képest, hogy az emberek mit tudnak elviselni egymásból, és utána jön a háború, amelyik ezt megtizedeli. Vagy mi az, amit a Földből felhasználunk, tehát nem tudjuk újra termelni úgy az energiát, ahogy az kéne, és ezért leharcoljuk, lezabáljuk azt, ami körülöttünk van, és akkor átmegyünk egy másik területre, mint egy rákos daganat, és akkor azt is. Tehát úgy tűnik, hogy 7 milliárd ember, mint emberi faj, nincs tisztában teremtésének nagy részével. Ez pontosan azért van, mert a teremtés mozdulatát valahova máshova projektálja, vagy absztrahálja. És mást óhajt felelőssé tenni azért, amit ő tesz. És ez az a magatartás, amivel idestolva már több ezer éve együtt tudtunk élni, de hogyha tovább visszük, akkor így nem fog menni. Tehát elérünk bizonyos határokat, bizonyos küszöböket, mint társadalmi, történelmi, gazdasági, természet és egyéb szinten, tudati szinten is, hogy így, ahogy van, tovább nem megy. Tehát vagy megváltozunk, vagy pedig alkalmazkodnunk kell nagyon komoly következményekhez. És ez mind itt dől el, mind a tudatban dől el. Vagy itt dől el, ahogy mondjuk Ázsiában mondanák. Igazából, amiért a tantienre koncentrálunk, az, hogy az érzelmi, beszédbeli és gondolati karmád azok menjenek el. Ezek a központok szabaduljanak meg a terhüktől. És tér vissza a tudat eredeti állapotába, mert a test és az univerzum között a legnagyobb energiakapocs az a tantien. Szó szerint energiakertet jelent. Jó? És hogyha ezt az ember műveli, akkor elkezd látni, hogy ez a művész, aki megfestette ezeket a képeket, hátralépett a vászontól és látja, hogy mit csinált. Ugyanúgy te is, hogyha helyesen meditálsz, akkor látod azt, amit az érzéseid, a beszéded, a gondolataid és a lényed más részei termelnek.
És ez az a látás, amire a Buddha utalt, hogy vidya. A tett és a következmény, az élet és a halál, a tér és az idő látása. Enélkül, a minőség nélkül nagyon-nagyon-nagyon gyorsan az emberi társadalom, úgy, ahogy van ezen a bolygón, minőség romlásnak van kitéve. És ez a minőség romlás már jó pár helyen látható, de csak bennünk javítható. Ahogy a régi római mondta, a te incipi, saját magadon kezd. Ezt nem lehet, azt mondja, figyeljél már, javuljál. Ez nem megy. Ezt tudjuk, hogy nem megy. Magunkon kell kezdeni, a saját házi feladatunkat belül megcsinálni, és amennyiben ez egy jobb minőséget ad, annyiban tudunk másoknak segíteni. És a legjobb az, hogyha a saját példánkkal és a saját életvitelünkkel. Ennyit szerettem volna bevezetőnek mondani, és most nagy érdeklődéssel várom a kérdéseiteket, amely lehet erre vonatkozó, amit most hallottatok, múltkorira, hogy teljesen új, ami éppen megjelent benned, és meg szeretnéd kérdezni, úgyhogy tiétek a szó. Na, Marci nevében szeretnék egyet kérdezni, aki ma nem tudott eljönni. De nagyon fontos kérdéssel bízott meg, hogy van-e köztes lét? Tehát ha valakinek meghal a teste, és akkor a lelke már újabban nincs benn, van-e olyan köztes állapot, amikor még nem alakult ő át másfajta, vagy nem költözött más formába? Minden lét köztes, üzenem Marcinak, aki most a reptér és a kultúrközpont között van, tehát az ő léte is köztes. Tehát, hogy ezt a képet egy kicsikét kikerekítsük. A köztes lét az 2 plusz 2 állapotból áll az emberek szempontjából, ahogy ezt mi látjuk. A két hosszú fázis az a testben lévő állapot, ezt hívjuk életnek, amikor test és tudat kapcsolódik. Aztán van egy másik állapot, ami ennek az inverze, amikor a tudatnak nincs teste. Ezt nem tudjuk, hogy meddig tart, mert azt innen nem látjuk, és a legtöbb ember nem foglalkozik ezzel, hogy mennyi idő volt az, amíg nem született meg. Inkább azzal foglalkozik, hogy mennyi ideig él most. Teljesen hétköznap és normális. Ez a két hosszú állapot van, és ezek köztesek azért, mert nem maradnak meg abban az állapotban, amiben éppen vannak. Az állapotuk átmenet egyikből a másikba, és ezért köztesek, mert valami között van. És a két rövidebb állapot az a születés folyamata, amikor a tudattestet vesz, és a haldoklás per halál folyamata, amikor a tudattestet veszít. Tehát a kettő az így jön össze. 2×2 az 4. A 4 nagy köztes létbeli állapot. Na most ezt a körforgást, vagy ezt a 4 állapotot mi váltjuk, a két kicsit, két nagyot, két rövidet, két hosszút, szépen így váltogatjuk. Ezt hívják szamszárikus körforgásnak. Azért szamszárikus, mert szokásoknak, hajlamoknak, ragaszkodásoknak kitett, teljességében át nem látott állapot. Részben átlátjuk, részben nem. Részben van rajta uralmunk, részben nem. És pontosan ezért vagyunk kitéve ennek az egész körforgásnak, mert nem találtuk meg azt a középpontot, amiből ez az egész kiindult. Nem találtuk meg a kezdetet és a véget, ahogy ez az egész működik, amiből kiindul és ahová visszatér. Ha ezt megtalálod, akkor a születés és halál küszöbe fölé kerülsz. Akkor a körforgás megáll, mert eljutottál abba a középpontba, ami nem mozdul. És a meditáció célja az, hogy ezt a nem mozduló tudatot, a nem körbejáró tudatot, ezt tapasztald meg. És hogyha ezt a tudat megtapasztalja, akkor lehetősége van a köztes lét körforgásáról leszállni. Lehetősége van megszabadulni. És utána rögtön fölmerkezni, és akkor azután én már nem is születhetek meg? Igen, csak szabadon választott lesz. Tehát a jégtáncban is van a szabadon választott gyakorlat és a kötelező, és a táncosok mindig élénkebbek és jobbak, jobb kedvel csinálják, amikor a szabadon választottról van szó. Tehát ha te szabadon választod a születés és halál körforgását, és addig vagy benne, ameddig akarsz, addig az egy átlátott, világos, mások számára segítő küldetést teljesítő dolog. Ha pedig
még a saját zsákunkat visszük a vállunkon, és a saját házi feladatunkat kell inkarnációnként megoldani, vagy kísérletet tenni rá, addig ez bizony rád rót feladat, magadra rót feladat. Tehát nem az a kérdés, hogy a köztes lét az most ugye jó vagy rossz, és tudom, hogy a Marci nem ezt kérdezte, a legtöbben ezt kérdezte, hogy jó az élet, vagy nem, akarjam, vagy nem. Nem ez a kérdés. Eljutottál-e oda, ahol nincs élet és halál? Meghaladtad-e a köztes lét körforgását? És ha igen, akkor szabad vagy, szabadon döntesz születés és nem születés, élet és halál között, szabadon veszel föl karmát, amivel segíthetsz másoknak, és ott és akkor születsz újra, ahol ez lehetséges. Ez egyébként egy nagyon-nagyon sok szutrában benne van, és az ezer szem és kész szutrában van 10 nagy fogadalom, ami a koreai buddhista kultúra és praxis része, és az egyik olyan fogadalom, ami ide vonatkozik, az úgy szól, hogy fogadom, hogy előnyös helyen születek újra. És a következő sor meg is mondja, hogy ez mi, fogadom, hogy hamar találkozom a Buddhával, a Dharmával és a Szanghával. Fogadom, hogy hamar elérem a felébredést. Fogadom, hogy betöltöm ezzel a lényeggel a világegyetemet. Tehát ez az, amikor magasabb választási lehetőség felé viszed magad, és nem a között választasz, hogy most hol éljen ki a dühömet. Az egyes teremben, a kettes teremben, vagy a hármasban. Hogy most pontosan melyik fogkrémet vegyem az adott áruházban, a zöldet, a pirosat, vagy a kéket. Tehát általában ilyen szinten szeretünk választani, mert ez olyan nyugis, ez olyan hétköznapi, ezt így megszoktuk. És mi lenne, hogyha ezt egy kicsikét kitágítanánk, mi lenne, hogyha a tudat eredeti lehetőségeihez mérten választana, mert valójában mi teremtettük az élet és halál körforgását, ami ránk vonatkozik természetesen. A ránk vonatkozó részét. Az egyetemes felelősségvállalás egyezik a magadért való tökéletes felelősségvállalással, és ebből a pozícióból tudsz segíteni másoknak. Tehát a köztes létet Marcinak így el lehet majd zengedezni, hogy az nem jó és nem rossz, de forog, mint a búgócsiga. És hogyha egyszer megáll, eljutottunk abba a pontba, ami nem mozdul, akkor onnantól kezdve van választási lehetőségünk, hogy fordítsuk, beindítjuk, vagy nem. Jó? Más kérdés, mondd. Igen, hát hol van ennek a nulla pontja, hol ugye mindig említett, hogy visszük magunkat, a kis batyunkat, meg házi feladatunkat, de akkor van egy ilyen első élet, amikor elkezdjük, és amit ott elrontottunk, azt visszük magunkkal, vagy ez így hogyan halmozódik föl? Van utolsó élet? Nem, ezek szerint van, mert dönthetek akkor úgy egy szint után. Mi szerint? Most elgondoltál valamit? Elgondoltad, hogy van első élet, igen. És én szolgálatkészen hozzátettem, hogy akkor van-e utolsó? De akkor létezik olyan, hogy valaki eljut arra a szintre, amikor már eldöntheti, hogy ő újra akar-e születni, vagy nem. És úgy dönt, ez két kérdés. Az elsőt megválaszolom gyorsan. Jó. A másodikat is gyorsan. A lineáris idő illúzió. Ezt így kell fölfogni. Egy illúzióban hogy találsz igazságot? Hogy találsz abszolút értékűt? Sehogy. A lineáris idő illuzórikus, az azzal indul, hogy megnéztem az órát, hogy azt mondja, hogy kisfiam, 5:30. Siessél! Tudod? Tehát a lineáris idő az emberi tudat által teremtett illúzió, és e szerint éljük a világot. A szikláknak nincsen probléma, hogy hány száz millió évvel létezett, és ilyen korverseny, egyik hegy, és a másik szinten. Te! Én egy pár millióval idősebb vagyok, nincsen probléma. Az embereknél van olyan, hogy lineáris idő, és akkor kérdezem, hogy jaj, hát én hányszor születtem? Egyszer se születtél meg. Egyszer se. Az eredeti állapotot nézve egy darab születésed nincs. Ha ezt az eredeti állapotot eléred. Amíg nem, addig a sok-sok inkarnáció illúziójában élsz, annak a karmájára támaszkodsz, azt szereted vagy nem szereted. De eredetileg nincs élet és halál. Nagyon nagy tanító mondta, hogy igazi énedben van az alfa és az omega. Tehát benned van a kezdet és a vég.
rosszul fordították, amikor azt mondják, hogy én vagyok az alfa és az omega, az az én fogalmának már egy nagyon súlyos félreértéséből származott. Jó? Tehát van első és utolsó? Hol? Hol kezdett? Hol fejezett be? Hol alakul ki a lineáris idő dimenziója, amiben elkezdünk gondolkodni? Tehát ezt kéne megkeresni, és nem ugye mókuskerékben futóversenyt nyerni. Mert ott nem nyersz futóversenyt. A mókuskerékben nincs befutó, csak állandóan... De egyszer kihúzod a tengelyt, és ott megáll, az összes élet eltűnik, amit addig valósnak gondolt, és nincs első meg utolsó. Kész. Jó? Jó. Más kérdés? Nem. Úgy is megválaszoltak, csak annyi, hogy én úgy hallottam, és nekem úgy mondták, hogy, hogy annyi, tehát annyiszor szület szója, minél tökéletesebb legyen az életed. És hogyha már megvan egy tökéletes életed, akkor az az utolsó. Hogyha még nagyon nem, tehát nagyon mondjak azt, hogy csövesként élsz az utcán, az az első életed, és hogyha már vagy egy olyan életben, amit te szeretnél, és minden tökéletes, az az utolsó. Nekem ezt így mondták, hogy ez akkor abszolút nem igaz. Tehát akkor ez szerint a logika szerint, mondjuk a romkocsmában élő megvilágosodott, az még kell, hogy jöjjön, de Bill Gates nem, mert az ugye tökéletesen él. Akkor ezt vissza kell vinni oda, ahonnan hoztad, és minőségi cserét kéne. Adjanak valami mást. Jó. Tehát ez egy, hogy mondjam, magazin spiritualitás. Tehát adtak neked egy nagyon-nagyon szűk nézetvilágot, hogy te abban tempózzál és legyél a boldog, és hajszold a tökéletes életet. Mikor, ha jobban megnézzük, ez az élet az soha nem lesz tökéletes. Egyedül azt tudod mondani, hogy elég. Tehát elég pénzem van, elég jó autón van, elég az is, hogyha nincs autó. Elég jó lakásban lakom. Néha az is elég, hogy vándorlok sátorral a hátamon egy hónapig. Az is elég, hogyha nem lakom sehol, de valahol mégis szállást találok. Mi a tökéletes? Definiáltuk valahol? Tehát valahol van egy tökéletesség minisztérium, az ilyen kis fehér könyveket kiad, és azt mondják, hogy ide figyeljenek emberek! Ez itt mind az első inkarnáció. Vigyázzunk, vigyázzunk! És az meg ott az utolsó, most elsőtől az utolsóig tessék haladni, megmondjuk, hogy hogyan, nincs ingyen, eladjuk, és akkor itt lehet kilépni az egészből. Szerencsére ilyen nincs. Nincs tökéletesség minisztérium, és szeretném a lét három alapjegyére fölhívni a figyelmet, amit Téraváda, Mahajána, Vajjána, akármilyen buddhista verziót veszek figyelembe, az ugyanaz. És ez a három jegy, ez így szól. Tökéletlen, állandótlan és nem független. És a tökéletlenség, az állandótlanság és a függőség az az, amivel iszonyú nehezen birkózunk meg. Egyéni szinten is, személy közötti szinten is, csoport szinten is. Tehát ezek a fogalmak egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, mert van egy olyan test, ami állandóan ezt a hármat hozza, és van egy olyan tudat, ami az öröklétre, a tökéletességre és a függetlenségre törekszik. És ezek nem kompatibilisek. Tehát mi az, amit ugye találtunk, mint megoldást? A középutat találtunk. A középut az egy működő jó megoldás, az emberek többsége megérti, hogy ne legyen túl jó, ne legyen túl rossz, ne aggódjak nagyon, de azért ne legyen eseménytelen az élet, stb. Stb. Igen, ám csak, hogy a középutat azt lehet egészen odáig is vinni, hogy megszabadulsz az élettől és haláltól, mert annyira a közepén vagy, hogy mondtam, a körforgás közepére érsz, ahol már nem mozdul. És ezt meditációban el lehet érni, szokássá lehet érlelni, erősebbé lehet tenni, mint a karmát bármely részén. De amikor megnézed, hogy szerzetesek, szerzetesnők vagy olyan világiak, akiknek erre idejük, energiájuk van, hogy szétgyakorolják magukat, tehát az életük felét ezzel töltik. Fönn a hegyen, valami templomban. Mindegy, hogy van haja vagy nincs haja, nem az számít. Az, hogy csinálják vagy nem. Mert a tiszta tudat, a tiszta nem mozduló, nem születő, nem meghaló tudat gyakorlata
ha erősebb, mint az a tendencia, ami a születés és halál körforgását kialakítja bele, akkor nyertél. Akkor nyertél. Ez egyszerű egyenlet, ez egyszerű statisztika. Ez a karmádnak egy nagyon tiszta működéséből következik. Mi az, ami benned az erősebb? Ma este mindenképpen, aki itt ül, az volt az erősebb, hogy ide jöjjön. Nem mentél moziba, színházba, nem maradtál otthon, nem néztél tévét, stb. Ide jöttél. És innentől kezdve lehet látni, hogy a szokásaid azok hogy működnek. Minden más szokásod ma este gyengébb volt, mint az az akarat, hogy te ide gyere. És a meditációnál is, a felélelés útján való haladással is pontosan ugyanez a helyzet. Erősebb szokássá, erősebb karmává érleled el, ami ebben az életben nagyon fontos, hogyha ezt megtetted, akkor statisztikai többségbe, abszolút többségbe került az, hogy a szabadságot tapasztalod, éled és nem veszíted el. Ha nem, akkor állandóan jobbra-balra ugye csapkod minket az, hogy még mit szeretnénk, meg még mi kell, meg most előtte ezt, meg majd utána azt. De csak jobbra-balra. Úgyhogy tessék az ilyen, ilyen tökéletlen, tökéletes, első, utolsó, nagyon nyomorult, nagyon-nagyon megszabad, ezt gyorsan a papírkosárba dobni, vagy pedig vissza a feladónak, hogy kenjék a lyukra. Mert ez egy nagyon vulgarizált változata annak, ami egyébként lehetséges. Ami egyébként mindenféle ilyen korlát nélkül működik. Viszont hiperpontosan. Tehát az ok és okozat törvény azért működik ilyen pontosan, mert nem személyfüggő. Minden személyt érint, egyetlen személy sem kivétel alóla, de az ok és okozat működését nem valaki találta ki. Ha ez így lenne, már rég csődbe ment volna minden. De nem személyfüggő, ez nem, hogy most meggondolom magam, és akkor másképp fog működni az univerzum, mert én azt akartam. Ha meggondoltam magam, akkor én fogok másképp működni, tehát az univerzumhoz való kapcsolatom is meg fog változni. Így igen. De az, hogy írok egy levelet a Karma Minisztériumba, utána a Tökéletesség Minisztériumnál működött, írok egy levelet a Karma Minisztérium, és azt mondja, kérem szépen, ezt a szabályzót a következő parlamenti ülésen ilyen és ilyen cikkel kell módosítani. Ezeket kérem törölni, ezeket kérem hozzáadni. Adjuk hozzá az örök életet, adjuk hozzá a tökéletességet, és töröljük el a tökéletlenséget és a mulandóságot. Stempli, aláírta, kiadmányozta, iktatta, kész. Nem így megy. Nem így, nem lehet. Miért? Mert emberi testben születtél, emberi tudattal vagy, tehát a világot így tapasztalod. Tehát tudat függő az egész. És ezen belül ugye amilyen tudatod van, úgy teremted ezt a világot, és hát a következő lépés pedig az, hogy ugye amilyen tudattal kilépsz ebből a testből, egy olyan testet fogsz kapni utána. Ez nem egyértelmű, hogy ez emberi test lesz, lehet alatta, fölötte, bármi. Ha eljutottál a születési és halál küszöb fölé, akkor ez már egy, úgy mondjam, szüneti lehetőség, mert tarthatsz egy kis szünetet. Akkor már dönthetsz, hogy hol és mikor és egyebek, mert ahogy mondtam előbb, elérted azt, hogy ez így legyen. De az a gondolkodás előtti tudatot, az érzelem, beszéd, érzékszervi hatásokat meghaladó, vagy az előtti tudatot, azt el kell érni, nincs más, nincs más. És rengeteg lehetőség van rá, de ha nincs tapasztalat, akkor az nincs meg. További kérdés. Az előbb említetted, utaltál egy tanítóra, aki azt mondta, hogy én vagyok a kezdet és a vég. Arra gondoltál, aki, vagy arra utaltál, hogy gondoltál, aki azt is mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet? Én őre gondoltam, de siettem hozzátenni, hogy az a fordítás, amit Jézus Urunk tanításából láttunk a Bibliák legtöbbében, az gyakorlatilag egy olyan én fogalmat tartalmaz, ami legtöbb ember számára evidens, de nem használható praktikusan. Tehát mi az az én? Hol van ez a kezdet és a vég? Ez az én vagyok, ez csak őt jelentette, vagy engem is jelent, és mindenki mást jelent. Tehát benned van a kezdet és a vég. Igaz természetedben, igazi énedben van a kezdet és a vég, és itt egy kicsit univerzális. Mire ezt a fordítást olvassuk, azóta 300 éve eltelt az ő aktív élete óta,
És hát ez több, mint elég ahhoz, hogy egy-két fordításiba becsusszam. A Buddha esetében is volt ilyen. Őről az a monda szól, hogy amikor megszületett, akkor egyből ment, egyből járt, és a lába nyomán lótuszok nyíltak, és a 7 lépés után fölfelé tartotta az egyik kezét, és lefelé mutatott a másikra, és azt mondta, az ég alatt és a föld felszínén egyedül én vagyok szent. Hát ez elég meredek. Tehát, hogyha az ént itt megint félreérti az ember, akkor itt egy ilyen nagyképű kiskadak van, akit elkezd magyarázni magáról. Tehát ez a hétköznapi értelme. De nem erről szól a történet. Tehát az ég alatt és a föld felszínén egyedül igazi önvalód a nemes. Az az, ami erőfeszítésre méltó. Az az, ami szent. Tehát egyedül önvalód a legnemesebb. És így már érthető. És így már felemelhető abba a spirituális magasságban, amiről egyébként mind a két és egyéb más megtanítók ösvényei szóltak. Tehát nézd meg mondjuk a Sri Ramana Maharishi féle Isten fogalmat. Használja, de őt úgy hívják, hogy a hinduk zen mestere. Ez volt az egyik beceneve, amit kapott. És nem véletlen. Jó? Más kérdés? Miért olyan nehéz gyakorlat a testnek és a tudatnak a szétválasztása? Például nekem egy szeretett személy, egy temetés, az egy borzasztó traumás élmény volt addig, amíg el nem jutottam arra a szintre, vagy arra a meglátásra, hogy az, amit ott van, amit eltemetnek, nem is valaki, az már valami, az egy része egy egésznek, és az nem minden, és nem mindent vesztek el. Egyszerűen azért, mert veszítesz. Tehát a veszteség tudatát nem lehet ott és akkor meghaladni, hiszen a búcsúzás, a temetés az arról szól, hogy az a lény, abban a testben már többet nincs. És minden, ami belőle és felé áradt, az megszakad. Tehát ez egy nagyon természetes és nagyon fontos emberi érzés. És ezt 100%-ig át kell élni. És ezt nem szabad semmi módon sem elfedni, vagy magyarázni, vagy bármi. Ezt át kell élni, hogy mit jelentett nekem az az ember, és valahol egy picit átélni a saját halálunkat is belül. Ez egy jó gyakorlati lehetőség erre. És persze forduljunk a gyászolók felé, és hogyha mi a saját érzéseinket már meg tudtuk békíteni, akkor segítsünk nekik. De innen. És akkor őszinte, akkor tényleg segít. De nincs menekvés. Ezért kell szembeállni ezekkel a helyzetekkel, és tisztán látni, és tisztán átélni. És hogyha az ember gyakorló, akkor azt is tudja, hogy a tudatával hogyan tudja az eltávozottat segíteni, és erre találták ki a szertartásokat. Ezek nem puszta kulturális események, bár van kulturális vonatkozásuk is. De a szertartások arra szolgálnak, hogy akár a születésben lévőt, akár pedig a halálban lévőt, segítsék az útján, segítsék a felébredés felé, olyan energiákat mozgósítsanak és rakjanak köré, amelyek segítik őt. És az összes olyan halotti szertartás, ahol ugye van komoly spirituális tartalom, az azon a tapasztalaton alapul, hogy ez lehetséges. Ez lehetséges. Tehát a nagyon-nagyon komoly tanítók, akik ezt 100%-ig látják, ezt a két kicsi és két nagy fokozatot a köztes lépben, azok vissza tudják igazolni, hogy ez így működik. Tehát minden fázisban, a négy fázisban mindig van kapcsolatod mindenkivel. Akár van testben, akár nem. De a közös karmátok, az működik. És ez a közös karma úgy működik, mint egy híd. És ezen a hídon nem mindegy, hogy mi áramlik. Tehát természetes az, hogy vannak, akik megsiratják a halottakat, legtöbben így teszünk egy bizonyos időben. De az is fontos, hogy az eltávozottat segítsük az útján, segítsük a felébredés felé. Mert a két rövid átmenet az nagyon-nagyon traumatikus. Tehát szenvedés a születés folyamata és szenvedés a halál folyamata is. Úgyhogy
ez a kettő rövid és nagyon sokkoló, a két hosszúhoz képest sokkoló hatású eseménye, ez nagyon sok emberi segítséget kíván. És nézd meg, hogy pont ez az, főleg a halál ténye, ami a legtöbb modern társadalomban tabu, nem nyúlnak hozzá. Igyekeznek eltávolítani, elgépiesíteni, nem tudni róla. A születés az természetesen öröm meg egyebek, de néha aggodalom is, hova teszem a gyereket, hogy nevelem fel, hogy lesz rá minden, ami kell, stb. De a születésnek nagyon-nagyon szoktunk örülni, és akkor azt körbe küldjük képen egyebek. És a halál pedig a legtöbb modern társadalom megpróbálja elfedezni, és valahol távolítani magától, mintha az nem is történne meg. És a gyógyír az első fokon a következmények szintjén a szembenézés a születés és halál tényével. Pontosan mit jelent az, hogy valaki megszületett, és pontosan mit jelent az, hogy valaki meghal. És akkor a kettő közötti óriási kulturális és kondicionált különbség az elkezd csökkenni. És a születést születésnek látjuk, a halált halálnak, de a rávetített érzelmi és gondolati tartalmak elkezdenek letisztulni onnan, és ez nagyon fontos. És a karma után jön a dharma, az a mozdulat, amivel egyik tudat segíti a másikat. És ennek rengeteg módszere van, a koreai zenben is, más mahajána, a téraváda és egyéb iskolákban is. Ez pedig már az emberi lehetőségek közé tartozik, hogy ezt megtanuljuk és használjuk. Más kérdés? Mondd, persze. Ezzel kapcsolatban, hogy apukám lassan egy éve halt meg, de nekünk nem volt ilyen semmilyen szertartás. Tehát anyáimék elvitték, elszórták, és a mai napig nem tudom feldolgozni. Hogy ez azért van, mert nem tudtam lezárni, és még mindig itt van bennem, vagy... Ez pont ezért, amit mondasz. Itt más lehetőséget nem is tudom kell keresni. Tehát nem tudtad még apádat elengedni, az ő képzete benned van, és egy szertartás segíthet ebben, hogy ezt te elengedd, és apádat is útjára bocsásd, hogyha még esetleg ez őt köti ide. Tehát el kell tudni engedni, mert hogyha nagyon erős a ragaszkodás, akkor bizony az a tudat itt marad. Akkor nem tud tovább lépni. Akkor még azon az ajtón kopog, ami már zárva van. Ez az előző inkarnációja, amikor még az apád volt. De el kell tudni engedni, útjára kell bocsátani, ahogy az anya, a mesebeli diákot, ugye, hamuba sült pogácsa, tarisznya, útravaló, és akkor menjen. Ez az útravaló ebben az esetben a tudatnak adott helyes tanítás, hogy mi az, amiben ő most van, mi a halál állapota, mi az, amiben tud segíteni. Abban, hogy megmondod neki, és ez a szertartásban benne van, hogy mi az, amitől tartózkodjon, mi az, amit keressen, amit műveljen, és hogyan lépjen tovább. Akár testben vagyunk, akár nem, a tudat döntésre kényszerített, mert tudatként, egyénként az individuum illúziójában él. És amíg ez a belső összetartó, ragaszkodó energia van, addig az újraszületés körforgása is van. Ha mindent elengedtél, akkor a karmád nyomtalanul el tud tűnni. És ezt hívják ellobbanásnak, a Szívszútrában benne van. Meghaladva minden illúziót, az ellobbanást eléri. Ez lehetséges. És ezért az emmestereknek például ilyen nagy szertartásokat nem szoktak csinálni. A nagy szertartást azt a követőknek szokták csinálni, azért, hogy meglegyen adva a módja. De olyan szerzetesek esetében, akik gyakorlók voltak, és nagyon komoly gyakorlók, de nem volt tanító karmájuk. Ne felejtsük el, a szerzetesek többsége nem tanít. Nem tanít. Egy kis része tanít. Tehát azoknak, akiknek nem volt tanító karmája, és következésképp nem volt akkora világi sereg körülötte,
azoknál a régi időkben megütötték a csuppit háromszor, meghajoltak, háromszor leborultak, de megint megütötték a csuppit háromszor, és vége volt. Ennyi volt a szertartás. És utána krematórium, illetve mágia, tűzfeláltás. Mert nem kellett. Hadd menjen. Már a szertartás energiája tartalma se kell, már rég tudta, már rég elérte, már rég tapasztalta életében. Hadd menjen. De egy nem gyakorló ember esetében nagyon fontos, hogy olyan tanítást kapjon a halál állapotában, hogy a tudat egy picit feleszméljen, és a káprázatokból kicsikét kilásson, és kapjon egy komoly impulzust, hogy merre menjen. Úgyhogy ezért érdemes, főleg a te szempontodból, de jó apád szempontjából is, egy olyan szertartást csinálni, amiben ez lehetséges. Amiben a megszabadulás műve az számodra nyilvánvalóvá válik. És akkor az, az jó apádnak is segít, akárhol van. Akármilyen. És ezt a szertartást hogy képzeljen egyedül, vagy... Egyedül ez nem megy, hát nincsenek meg az eszközeid. Tehát kell egy szimpatikus szangát, vagy olyasféle helyet találni, ahol ilyen szertartásokat tartanak, és megismerkedni velük, passzoltok-e, tehát hogy fel tudod venni azt a ritmust, ami ott van, megérted-e őket, ők megértenek, elfogadnak-e téged. És hogyha ez így van, akkor az a hely alkalmassá válik ennek a karmának a megtisztítására. Jó? Egyéb kérdés? Bárkita? Van. Én a szerelemről szeretnék kérdezni. Végre, most a haláltól elmentünk a szerelemig. Milyen jó az, mondja? Hogy az két tudat találkozása, vagy csak illúzió a szerelem? Mert... És a mindkettő, de nagyon erős. Erős találkozás, erős illúzió, az baj? Hát nem tudom, csak az illúzió az, az úgy elszáll, nem egy idő után. Mitől száll el? Jön a hétköznapi valóság. Kivettük az energiát belőle, azért száll el. Tehát nézd meg, minden, ami tökéletlen, állandótlan és ugye függő, az illuzórikus, mert önmagában nem létezik. Fenn kell tartani. Nincs önálló léte. És ezért a születés, halás, szeretet, gyűlölet, szerelem, nem szerelem, megszerelem, az mind-mind illúzió, mert nem önmagától létezik, nem lehet levenni a polcra, és jaj, most vettem 30 dek a szerelmet, és hónapig kitart, tehát nem így van. Ez úgy van, hogy meg kell teremteni, és azt már mindenki tudja ebben a helységben, ezt nem lehet akarni, csak akaratta, hogy most én beindítom a szerelem motort, és akkor az akar valakit, és akkor az az akarat az majd úgy teljesül, nem? Tehát elsősorban magadat kell előkészíteni erre, és magadban a szeretet, illetve a szerelem érzelményét megtapasztalni, és a szívedet kinyitni, és ekkor lehet, hogy erre valaki reagál, és valaki kapcsolódik hozzád. Tehát az, hogy illúzió vagy nem, inkább a létmódjával foglalkozzunk. Az, hogy azt mondjuk, hogy illúzió vagy nem illúzió, ezzel nem segítettünk sokat. Az, hogy hogy működik, na azt kéne nézni, és azt kéne tapasztalni, hogyha olyan a felhozatal, és egy olyan fiú szegődik melléd, hogy ezt meg lehessen tartani, és abból lehessen tartós kapcsolat. Tehát, hogy hogy működik a szerelem, hogyan szelidülhet szeretetté, bizalommá, lojalitássá, kitartássá, egyebek. Tehát, hogy működik ez az egész, ezt bizony tapasztalni kell. És azt is, hogy milyen energiát kell beletenni ahhoz, hogy az működjön és legyen, vagy ha nem akarod működtetni és már el akarod törölni, akkor pontosan milyen energiát kell kivonni belőle. És akkor urai vagytok a helyzetnek. Ez nagyon nagy munka. Rettenetes nagy önismeretet és világismeretet kíván. És ez általában ez a tűz, ez beindítja ezt a folyamatot, akkor már nem lehet itten félreugrani jobbra-balra, ott van előtted, foglalkozni kell vele, kész. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mond. Visszatérve a halál vidám témájára. Gondoltam, hogy ugye a szerelem az már nem probléma, és ez már ebben van, akkor beszéljünk a halálról.
Ugye a tibeti a halottas könyv az elég komoly eszköztárat tartalmaz arra, hogy mit kell csinálni a tudatokkal, ha már nem testben vannak, de még ott kóringyásznak a környéken. És azt nem tudom, hogy a koreai zen hagyományban milyen eszköztár van erre. Nagyon hasonló. Nagyon hasonló. Annyira kifejtett halottas könyv nincs, mint a tibeték, mert ezt nem írták ilyen részletesen. Talán azért, mert nincs vizuális praxis. Tehát nincs vizualizáció benne. De a Kuixin, mint szellem, azzal ők abszolút tisztában vannak. Az eltávozott tudat a Yonga azzal is. Tehát teljes a tudás erről, még akkor is, hogyha ezt nem írták le ilyen részletesen. És rövid, hosszú, kicsi, nagy halotti szertartások garmadája van. Van a háromnapos, az egyhetes, a 49 napos, az egyéves, az egyéven túli, minden van. Tehát abszolút tisztában vannak vele, az újraszületések lehetőségével is. Tehát megkülönböztetnek ugye fizikai testet és mentáltestet. A mentáltestnek a részeit, ugye, mint az emlékező, ítéletalkotó ugye, gondolkodást. És ez a mentáltest ugye együtt, és ez újra születhet gyakorlatilag négy úton. Tojásból, méből, párázat útján, tehát ilyen doh, moha és egyebek, valamint egyszerű tudati transformáció. És a szamszárikus létben ennek hat kifolyása van, ugye ember, félisten és isten, alatta pedig állat, démon és pokollakó vagy ördög. Azért nem ördög, mert beindul az ördögmese, vagy a tündérmese. És ami a legfontosabb, hogyha életedben elérted a megszabadult tudatot, akkor a hat szamszárikus út fölé mehetsz, és ez az élet és halál küszöb fölötti négy. Ez a srávakák, pratyék, a buthák, bodhiszatták és buthák. A srávakák a hallgatók, akik hallgatnak, nem beszélnek. A pratyék, a buthák azok, akik önerejükből érik el a megvilágosodást. A bodhiszatták, akik másoknak segítendő térnek vissza már csak az életbe, vagy a létesülésbe, és szabadon jönnek és mennek. És a buthák pedig a teljesen megvilágosodottak, akik már nem inkarnálódnak. Úgyhogy ez a 10 irány. 6 plusz 4. És ez ezekbe való bejutás a halál után mindenkinek lehetséges, attól függ, hogy ebben az életedben, illetve a korábbiakban mit csináltál. Tehát ez egy teljesen nyitott dolog. Oda mész, ahová irányzod magadat, ahová a szokásaid vektor egyenlete dolgok. Teljesen rajta múlik. Úgyhogy ennek egy teljes tudása ott van, szútrában is, szertartásban is, és abban is, hogy a zen meditáció azt mondja, hogy ezt a pontot, amikor hallod ezt, amikor nincs gondolat, nincs érzés, nincs semmi. Ha ezt a pontot megtapasztalod a maga teljességében, akkor születés és halál küszöb fölé tudsz kerülni. De ez egy ilyen pillanat nem elég. Ahhoz gyakorlat kell, ami ezt az egészet ütés nélkül is teljes mértékben tapasztalhatóvá teszi. Más kérdés? Mondd. Hogy ugye mondtad, hogy ebből az életből mi szabadon léphetünk ki, amikor? Ha. Azért az fontos, ott voltál a feltétel, ha. Csak a folytat. És akkor az öngyilkosságra hogyan tekintenek? Mert hogy hát ez úgy, is szabadon választás. Valószínűleg nem szabadon választotta, de... hogyha ő teljesen szabad lenne, akkor nem kéne megöngyilkolni magát. Értsd meg, hogy a szabadság az élet és halál kényszerétől való szabadság. Az élet kényszerétől úgy akar megszabadulni, hogy a halál kényszerét fölvállalja. Hát az öngyilkosok nem boldogságukban lesznek öngyilkosok. Persze. És itt van egy komoly kényszer, egy nagyon nagy nyomás, amit nem tud elviselni, és sajnos azt gondolja, hogyha megszakítja a kapcsolatot test és tudat között, akkor azzal megoldotta a problémát. Nem oldotta meg, nem. Következő életébe tovább vitte, azzal a hozzáadott teherrel, hogy az öngyilkosságot mint szokást elültette magában sajnos. Egyszer biztos, hogy hanyagszor azt nem tudjuk. Tehát nem old meg semmit, nem szabadságból teszi, és ez kb. Ahhoz hasonlít, hogyha nem találod az utadat, akkor összetöröd az autót. Tehát inkább a saját GPS koordinátáinkat tisztázzuk meg,
húzassuk ki a kátyúból, meg hordjuk el a ledölt fát, és ne robbantsuk fel az autót azért, mert mondjuk nehezen találunk akár kívül, akár belül az utunkra. Nem oldja meg. Nem oldja meg. Rendben, köszönöm. És még lenne egy kérdésem. De ez most már a szerelemről kell, hogy szóljon. Igen, a gyereknemzés. Mondjad csak. Hogy akkor ugye a gyereknemzésről lenne a kérdésem, hogyha ugye két ember így egymásra talál, meg minden, akkor ők teremtenek egy harmadikat, vagy ez szóval így erre hogyan tekinthetünk? Röviden szólva, a testet teremtik, a tudatot lehozzák. Tehát gyakorlatilag teremtenek egy járművet ahhoz, hogy egy tudat lejöjjön és megszülessen hozzájuk. Azt a tudatot nem ők teremtik, de bevonzák. És ezért van az, hogy szülő és gyermek ugye bizonyos karmával, bizonyos kapcsolattal rendelkezik. Te se tudtál máshova születni, csak apához és anyához, ugye? Igen. Na, hát ez azért van, mert hogy közös karma, közös dolgok, ellentétek vonzák egymást, azonosságok kicsit taszítják egymást, és ha a kettő arányban van, akkor megvan a harmónia. Nincs unalom egy percesen. De állandó pesgés, állandó ugye, változás se, meg tudunk nyugodni, de azért annyira ne úgy unalmas legyen. Tehát az ellentétek és azonosságok harmóniája az, ami egy kapcsolatot ugye jellemez, és nem tudtál máshol születni, ott volt a legnagyobb vonzás, csak oda. Nem, nem, köszönöm. Szívesen. Más kérdés? Bármilyen? Ha ezt folytatjuk, ezt a gondolatot, akkor azért hasonlítunk a szüleinkre, vagy nem hasonlítunk, mert a karmánk is hasonlít? Bizonyos mértékben nagyon hasonlít a karmát, bizonyos mértékben rettenetesen különbözik. És általában a különbségek tudnak minket felnövekvő, leválasztódó irányba tolni, és az azonosságok pedig azok, ahol a szüleidben menedéket veszel. És tényleg nagyon sokat tudnak segíteni. Jó ez így? Vagy jó, még? Jó. Más kérdés? Még egyet kérdezem. Mindenről, amiről most beszélünk, honnan van a tudás? Tapasztalatból és a tapasztalat átadásából. Tehát ez úgy megy, hogy a nagyon nagy tanítók, akik ezt teljes mértékben látják, ezt átadják, és ki amennyit felfog belőle, akár közvetlen saját tapasztalat által, akár pedig a tanító átadás által, amit elvállal belőle, amennyit igaznak lát, annyit ad át. Hát olyan nincs, hogy elismétlek valamit, úgyhogy azért nem vállalom a felelősséget. Egyéb kérdés? Mond. Azt olvastam, hogy a választás az szabadságot ad egy embernek, de mi van, hogyha az én választásom az másnak problémát vagy bajt okoz? Van nekem jogom választani azt, amit én szeretnék választani? Mindenképpen tekintettek kell lenni a másik emberről. Ilyen vastag köteteket írtak a másik ember, vagy a társas lény, vagy ilyenek, tehát rengeteg ilyen kötet van, de menjünk vissza az elejére a kérdésednek. A szabadság ad igazi választási lehetőséget. A választás önmagában nem biztos, hogy szabadságból született. Valami egész más ugye, motivuma is lehet ennek. Tehát a szabadságból van egy olyan választási lehetőség, hogy ha korrekt módon látsz, és a szabadságod nem önös, akkor a másik és a te szempontod egyaránt érvényesül. És akkor nem okozol szenvedést másoknak, miután az ő szenvedése a tiéd is. Vagy hogyha szenvedést kell okozni, akkor egyenlő mértékben kapod te is, ő is. Hogyha elkerülhetetlen, és sajnos van ilyen. Mondd. A szerelem mellé a barátságot. Igen, hogy azt kell, a barátok hogy? Hát mert a barátság tovább megmaradtál, mint a szerelem, hogy a barátok hogy kerülnek mellé. Nem biztos az, nem biztos az. Hát, van, attól függ, hogyan bomlik a szerelem. Mert hogyha szépen lehűl és szépen megnyugszik, akkor lehet barátság is belőle, de hogyha nagyon durván válnak el, akkor a barátság nincs, hátam közepére se kívánom, soha se jön a közelembe. Tehát a szerelem és a barátság az ilyen szinte csak néha függ össze. És vannak olyan kultúrák, például Ázsia, ahol nem létezik
hogy egy nő és egy férfi között, hogyha komoly szerelem volt, és úgy volt, hogy házasság, de mégse, vagy válás, akkor az el van vágva, kész viszontlátás. Ne zavarjuk egymást többen. De ugye a barátok akkor úgy kerülnek, hogy hasonló a karmán, ugyanúgy kerülnek mellén. Tehát most csak barátságról van szó. Most a barátságról. Hát persze. Persze, hasonló karma, de vannak ilyen aprócska kis különbségek, amelyek úgy ízesítik a dolgot. Tehát nézd meg a saját gyerekkori tínédzser vagy kora 20 éves kor körüli társaságot. Mindenkinek valahol hasonló volt az érdeklődése, de volt elég különbség, hogy mindenki egyéniség legyen, és az egész színes legyen, és eseménydús legyen. Jó? Tehát a barátság is az egy természetesen eltérő hőfok, mint a szerelem, és ez mennyien van így. És vannak olyan társak, ugye, akikkel ugye, ellenkező neműek, de teljesen egyértelmű, hogy csak barátság lehetséges, mert nem éri el azt a hőfokot, hogy szerelem legyen, és ez így enyhén is van. De hát ugyanúgy azonosságok és különbségek más arányban, más hőfokkal. Jó? Egyéb kérdés? Nagyon termékenyek vagyunk ma este, nagyon-nagyon. És hogyha már itt a barátságnál tartunk, akkor a barátoknak így hagyni kell, hogy nyomást gyakoroljanak, hogy másmilyen legyek, vagy hogy ugye múltkor ugye megkérdeztem, ugye mondtad, hogy hogy megismerhetünk azáltal, hogy nyitunk. Uh-huh. De hogyha általában mindig azt tapasztalom, hogy ilyen legyek, olyan legyek, ezt vegyem fel, úgy fessem ki magam, blablabla, stb., akkor azt hagyni kell, vagy akkor másfelé kell nyitni. És azt hiszem, hogy a barátság az a kölcsönösségen alapszik. Igen. Tehát ha te azt mondod, hogy jó, rendben van, most akkor én kifestem valami úgy, ahogy te azt akarod, meg azt teszem fel, amit a következő alkalommal meghallgat, kifesti úgy magát, felveszi azt, amit javasolsz neki. Mert hogyha igen, akkor ez egy kiegyensúlyozott jó dolog. És a kölcsönösségen múlik, semmint a tartalmán. De ha nem kölcsönös, akkor elkezd ugye eltolódni egyik-másik irányba, nem érzed visszhangzottnak, te teljesíted, ő nem, vagy vice versa, és így idő után megszűnik a kölcsönösség, a közösség élménye. Tehát például nem lehet olyan barátság, ahol csak az egyik beszél, a másiknak hallgat. Meghallgatom én is, meghallgat ő is. Engem is érdekel, amit mond, őt is érdekel, hogy én mit mondok. Tehát ez ilyen kölcsönös alapon működik. És valahol a feltétel nélküliség is benne van. Tehát mondhatsz bármit, meghallgatom. Mondhatok bármit, meghallgatja. Tehát nem azt akarom, hogy olyan legyen, amilyenre én próbálom formálni, de hallgatok rá, meg ő is rá. És az, hogy ösztönösen segítjük egymást, tehát hogy például a birtoklás kizárólagosság, feltételesség, tehát ezek nélkül tudok a másikhoz viszonyulni, és azt nézem, hogy hol segíthetek neki, és ő is, hogy hol segíthet nekem. Tehát ez a kölcsönösség és pozitív irányultság, ez a barátságnak valahol a jellemzője. És hogyha ezt lebontod ugye, kisebb egységekre, akkor nagyon egyszerű. Ha elvész az egyensúly, elvész a kölcsönösség, elvész a segítő szándék, akkor vége. Akkor vége. Egy időt azt mondja, hagyjál békén. Nem veszem a telefon, dolgom van, stb. Jó? Más kérdés? Bármilyen? Mondd! Így a család részére visszatérve, mi van, hogyha az ellentétek erősebbek egy családon belül, és már ilyen megoldhatatlannak tűnő ellentétek vannak, az hogy lehet? Hamar szétrepül. Tehát vagy az van, hogy családi kupak tanács, és leülnek, és tényleg megváltoznak belül, és megpróbálnak valamit ugye újítani magukban, hogy a viszony megváltozzon, vagy pedig szét fog repülni az egész, mert azt mondja az egyik vagy másik generáció, én ebben a házban így nem tudok élni. Megy is el. És hogy ez milyen gyorsan következik be, ez tényleg karma függő. Van, aki 12 éves korában elkerül otthonról, van, aki 28 éves koráig otthon él. Egyszerűen hát normálisak, hát miért ne szel, érted így? Úgyhogy nincs recept, de van egy olyasféle párhuzam, hogy neked mennyi időt kell mondjuk otthon töltened. Tehát milyen gyorsan tanulod meg a leckét aputól és anyutól, mennyi ideig van rád szükség otthon, vagy hasonló. És hogyha nem, hogyha már kicseréltetek mindent, amit kell, akkor előbb-utóbb megjelenik egy látszólag külső erő,
ami elvisz otthonról és viszonlátás, mert akkor nincs meg a kohézió, nincs meg az összehúzás. És akkor menni kell. Tehát ha egyszer kiürült valami, akkor hiába van bármiféle elvárásunk, ideánk, én ezt így szeretném, úgy szeretném, nem. Tényszerű, hogy kiürült, vagy túlságosan nagyot csattan. Oda szólok, mindig ordít. Nem jó. Hát, csend. Ugye, hogy nem jó? Ja. Na. Apuka? Há, igen. Ismered ezt? Amíg ebben a házban élsz! Amíg ez alatt a fedél alatt élsz! Stb. Stb. Ugye? Hazajössz 9-re, stb. Tehát ilyenek. És egy idő után az ember alternatívákat keres, de azt is megkérdezi, hogy miért kapja ezeket az impulzusokat. Tehát, hogy miért történik mindez vele? Ez az első kérdés, és szépen, lassan, nyugodtan, introspekcióval, meditációval ezt az egészet tisztázni lehet, és akkor az is letisztázódik, hogy mennyi dolgod van még otthon, mennyi időt töltesz még velük, és aztán viszontlátás. Tehát azonosságok és ellentétek, ez mind tüzelőanyag, és egy idő után ezeket elégetted. Amelyiket hamarabb, ugye, olyan típusú változás következik be. Utolsó két kérdés, hihetetlen jól dolgozunk, kérem szépen. Andris? Ja, a buddhizmus az egyfajta ilyen tudott, kutató mozgalomnak is felfogható, ahogy veszünk. Így még nem hallottam, ez nagyon jó. És elég sok tudással rendelkezik el a tároló tudatról, amit ugye viszünk életről életre. Felmerül az, hogy ugye nagyon sok inkarnációnk volt már valószínűleg, hogyha itt két lábon tudunk szaladgázni. És ez alatt a sok inkarnáció alatt valószínűleg azért valami bölcsesség ott leülepedett a sok tapasztalatnak a hatására. És jó lenne időnként ehhez hozzáférni. Tehát szokták mondani, hogy az inkább pszichológiai megközelítés, hogy ott van a tudattalamba és ott úszkál valahol, de időnként az a benyomás az embernek, mint hogyha kicsit ilyen cloud computingnek lennénk a lázadatai, tehát ott van valahol az információ a távoli szerverben, csak a sávszélességgel, meg a adással, meg a vétellel problémák vannak. Azért ne felejtsük el a szenvedély tűzfalát, tehát hogy kicsit pontosítsam a mentáltest összetevét, ott nem csak az állaj, a tárháztudat van, hanem a manasz is ott van, ami az én csináló, ami lesi a következő inkarnációs lehetősége. Ami a megkülönböztető, ami a dualitás gyártó. Tehát nem csak ilyen gyönyörűséges, merevlemez rétegek vannak, hanem ott van a kontroller is. Az összes adatnak ott van az a bitje, hogy szeretem, nem szeretem, akarom, nem akarom, és ez komolyan polarizálja az egészet. Tehát ezért emlékszel könnyebben bizonyos dolgokra, és marha nehezen másokra. Mert nem egyenlő erősségű az emlékezet. Hanem a megkülönböztető tudat polarizálja, hogy ezt most szeretem, azt most nem szeretem. Erre szeretnék emlékezni, másikra nem. És ez annyira erős, hogy ugye preszelektív, tehát nem is tudod, hogy mi az, amit elnyomtál magadban, mielőtt tudatosult, már elnyomtad. Önvédelem. Tudod? És a látás, mint bölcsesség, az nem kedvez az énség illúziójának, tehát azt leszoktuk védeni. Azt leszoktuk védeni. Lerakunk rá valami karmát keményen, vastagon, hogy ne is törjön ki alóla. Csak amikor ez a kemény, vastag karma konfliktust okoz, baj van belőle, akkor törik. Törik az ego, törik az énség, törik az a kép, amit alkottam magamról és a világról, és akkor, amikor a tektonikus lemezek ugye kicsikét távolodnak, akkor ugye a magma felszínre kerül. Tehát akkor az élő gondolat, az élő bölcsesség. De ezt mi nagyon levédjük, hát önvédelemben. Ott a tűzfal, amit nagyon szépen konfigurálunk, ilyen szenvedéllyel, olyan gyűlölettel, ez az, amaz, stb. Stb. Kognitív és érzelmi gátakat építünk magunkba, hogy a körforgás fennmaradhasson. És ezek nagy része tudattalan, de néha tudatosan. Tehát a lélek tudatosságot, a lélek éberségét, azt vannak, akik tudatosan fokozzák le, ne lássanak, ne tudjanak, ne legyen meg ez a bölcsesség, ugyanis ez imperatívus, ez felelősségtudattal jár.
Tehát ez nem ennyire egyértelmű, hogy ha megtaláltam a jelszót, akkor beenged a szerverre, és akkor a létkódjait megkaptam. Ez nem így van. Önmagunk elől zárjuk el az utat. Önmagunk elől. És amikor ez az önmagunk nem működik, válság van, konfliktus van, léttörés van, akkor az illúzió reped, a tűzfal leáll, stb. Védelem megszűnik, és akkor az eredeti a felszínre tud jönni. Ritka pillanat. Imádjuk az érzékszervi létet. Imádjuk ezt az egészet úgy, ahogy van. Még akkor is, hogyha néha, most megint mennyibe kerül a tojás. De húsvétkor megveszem, kifestem, stb. Tehát, érted? Nem egyszerű a történet, mert megbonyolítjuk. Az érzékszervi létet nagyon szeretjük, ezért születünk folyamatosan újra, és hogyha nem szeretnénk ennyire, még akkor se biztos, hogy meg akarnánk tőle szabadulni, mert a szenvedést jobban szeretjük, mint az ismeretlent. El kell olvasni Rejtő Jenőnek a Csontbrigád című könyvét, aki még eddig nem olvast, az kötelező olvasmányként készítse be, az elején nevetni fogsz és a végén sírni. Tehát ezt már az első munkaszolgálata után írta. És van benne egy mondat, amivel nem lövök le semmit, amikor már kiderül, hogy az egész áruló történet az már mind hamis, úgy ahogy van, megszabadulhatnának, de csak lejönnek a magaslatról, de ott maradnak a sivatagban, a 40 fokos hőségben, és elmehetnének bárhol a francia kormányköltségén, és nem, ott maradnak az erődben, a Szahara közepén. Miért? Mert itt biztos. Ez a mi szenvedésünk. Ez a miénk. Ezt mi ismerjük. Ezt mi csináljuk. Olvasd el. Nézd meg azt a folyamatot, ahogy eljut eddig a felismerésig. Tehát nagyon-nagyon komoly, ami abban a könyvben van, és az elején lehet nagyon sokat kacagni rajta, mert benne vannak a rejtőjenőségek, de ez az üzenet, ezt nagyon kevés helyen találod meg. És ez az, ahogy az ember működik, ez a mi szenvedésünk, a mi boldogságunk, ezt ismerjük, ezt a körforgást járjuk. És az a bölcsesség, ami ettől megszabadít, ami e fölé visz, az nagyon idegen. És ha valamikor tapasztaltuk is, amikor ott van, ugye, ott van lerakva az az út, hogy tessék, fel lehet ébredni. Legtöbbször nem. Nem. Itt biztos. Ezt megszoktuk. Jó? Tehát ne legyen mindig biztos, és ne mindig a megszokott érvényesüljön. Mert akkor bele vagy ragasztva az egészbe. Utolsó kérdés. Ha még mocorog. Mocorog, ha? Ez ilyen, egyesnek szerint ezek után a kérdések után kicsit visszalépnék egyet ilyen tárgyilagosabb rész felé, gyakran említed a világiakat. Hogy ha van idejük gyakorolni, akkor ezek az emberek kik? Te és mindenki más, aki itt a hallgatóságban ül. Yeah. Akinek van bérért fizetésért munkája, vérszerinti úgy családja, hogy aztán csinálja a következő generációt, tehát férfeleség, gyerekek, akik nem lettek szerzetesek vagy szerzetesnők, és nem mondták azt, hogy a társadalom mechanizmusainak a nagy részéből nem kérnek. Ezek a világiak. De gyakorló. Hát jó esetben igen. És hogyha van elég idejükre, akkor rengeteg bölcsességet összeszedhetnek, mert úgy működik a gyakorlatuk, mint az igazi kardnak a kovácsolása. És a szerzetesi gyakorlat sem működik bizonyos változás, ugye a hegyre való fölmenettel, lejövettel, tanítás emberekkel való érintkezés nélkül. Tehát más súlyponttal és más fókusszal, de mind a két embercsoport ugye változásokkal és változások árán gyakorol. Ez olyan, hogy ugye ott van a meditáció, és hogyha a világinak van ideje, akkor egész sokat vállal belőle, hogy a karmáját földolgozza. És utána pedig ugye dolgozik, családjával törődik, utána megint visszamegy a hegyre és meditál. Szerzetés is olyan, hogy nem mindig van fönt. Van, amikor fönt elvonul, elér egy bizonyos ugye, tanulságot, bölcsességet, és ha olyan a karmája, megosztja másokkal és megpróbál segíteni vele. És ez a kardhoz hogyan hasonlít? Tehát amikor egy jó kardot kovácsolsz,
akkor az nem mindig a tűzben van. A tűzben az acél az úgy nagyon gyorsan elfolyna. Tehát felizzítod, utána kiveszed és kovácsolod, aztán megint tűzbe, aztán olajba, aztán megint tűzbe, aztán kovácsolod, aztán megint tűzbe, vízbe, tűzbe, kovácsolod, stb. Tehát így megy ez. Így megy ez. És az emberi tudat számára is ezek a területek ezért fontosak, hogy legyen egy olyan hely, ahol ugye mindentől mentesen gyakorol, és legyen egy olyan hely, ahol aztán mindent megtapasztal és csinálja a dolgát, amit a legfontosabbnak, legjobbnak lát az életében, azt csinálja. És aztán mindentől úgy, ahogy van, tartózkodik, és megint csak azt mondja, hogy köszönöm, most visszanyerem azt az egységtudatot, amit esetleg elvesztettem, helyreállítom a pillanat tisztaságát, letisztítom a tudatomat, és utána megint megy és csinál valamit, ami remélhetőleg már ugye, jobb következményekhez vezet, mint a korábbi cselekedetei. Tehát ugyan van megkülönböztetés így életformák között, de házi feladat között nincs, és Buddha természet között sincs. Tehát ugyanolyan eséllyel éri el a szerzetes és a világi, a megvilágosodást egyaránt. Nincs különbség, a lehetőség nyitott, és csak sarkalni és lelkesíteni szeretnék mindenkit, hogy a maga módján, a saját elhatározásából foglalkozzék saját tudata minőségével, azért, hogy egy gyönyörű pillanatban mindenki elérhesse a felébredést, és megszabadíthassuk egymást a szenvedéstől. Köszönöm szépen! Köszönöm.